Az almási tagintézmény disputa körébe 7. és 8. osztályos tanulók járnak, melynek a legfőbb célja a kommunikáció és az érvelő képesség fejlesztése. A stúdió látogatás során a már megszokott arcok helyett ezúttal gyerekek ülhettek a magazinos díszletek közé és a hírolvasó székbe is. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Lássuk a hét legfontosabb híreit röviden. Sokan csak ezen a délelőttön szembesültek azzal, hogy milyen komoly háttérmunka zajlik addig, amíg egy anyag a televízió nézői elé kerül. Még sosem jártam ilyen stúdióba, és tévénél sem voltam kint, úgyhogy számomra ez nagyon érdekes volt. Azon belül mi volt, ami legjobban tetszett? Nekem, amikor beülhettem a stúdió székbe, a híradó székbe, mert ugye én szoktam nézni a Makói híradót is, nagyon nagy élmény volt ott ülni, ahol a riporter szokott. A diákok megismerkedhettek a televíziós szakmán belüli munkafolyamatokkal, megtudhatták, hogy mi a feladata a riporternek, a szerkesztőnek, és hogy hogyan kell összehangolni a munkájukat az operatőrével és a vágóéval ahhoz, hogy elkészülhessen a teljes anyag. Ugye a szerkesztők mindig előre kiválasztják, hogy aki nyilatkozik, hogy abból melyik rész az úgynevezett hasznos rész, és akkor azt már a szerkesztők belehelyezik az adott anyagba, és utána mi a hangot, illetve a képeket összeszinkronizáljuk. A szakkörök alkalmával a diákok szituációs játékokon keresztül próbálják elsajátítani a megfelelő kommunikációt. Ez alkalommal itt is lehetőségük nyílt erre. Egy kulturális magazint imitáltunk, ahol a műsorvezető egy kiállításról kérdezte vendégeit. És ezek a képek, ezek milyen témában készültek? Hát tavasszal lesz a megnyitó, és a tavasszal kapcsolatos képeket, festményeket hoztam el. Köszönjük. Mennyiben tudta segíteni a munkát ez a mostani stúdió látogatás? Nagyon sokban tudta segíteni, hiszen először bepillanthattunk így a stúdió munkálatokba, kipróbálhatták magukat a diákjaink, illetve az elkövetkezendő témákban is nagyon nagy segítséget nyújt, amelyet majd március 27-én kamatoztathatunk bemutató óránkon. Bár voltak a hallgatóság között olyanok, akik ezidáig más pályát képzeltek el maguknak, ám az itt látottak és hallottak alapján azonban többen elgondolkodtak azon, hogy a továbbtanulást a médiaképzés irányába folytatják.